Megvárunk mindenkit, persze. Közben, ha ide kijövünk, akkor itt kialakul, ha megkérdezik, hogy hol vagyunk most, és nem tudnánk, hogy pontosan hol vagyunk, akkor kialakul ez a liget élmény, a ligetes élmény. A ligetnek három fő része van, azt gondolom, a gyep felület, ugye, amin sétálunk, ami persze, még egyszer június vége van, még csak június vége, és két hete még ömlött az eső, és így néz ki, ahogy kinéz, ki van taposva, meg gyakorlatilag nincs öntözve. Na most itt akármilyen tájépítési koncepció lesz, ha utána a fenntartást úgy fogjuk csinálni, ahogy eddig, meg Budapest többi területén, akkor elköltünk egy csomó pénzt, és ugye ugyanez lesz. Jó? Tehát ahhoz, hogy ide mondjuk egy öntöző, tehát ha engem kérdeznének, akkor ennek a területnek a világon semmi másra nincs szüksége, mint egy öntözőrendszerre, egy rendszeres partfenntartóra, ugyanarra a bácsikára, vagy ugyanarra a nénére, aki ezt fenntartja, még kettő darab szemetesre, esetleg két táblára, hogy merre van a mosdó, vagy merre van a nem tudom én micsoda, három darab padra, egy parkőrre, aki letörli azokat a padokat mondjuk reggelente, hogy ne a polgárnak kelljen mondjuk ugyanezt papírzsebkendővel megcsinálni, és ennyi, meg ápolni a fákat. Tehát az én városligetemben ennél több funkció nem hiányzik, mert múzeumokat azokat lehet ugye oda bentre is építeni, ha ide múzeumokat építenek, és most akkor kicsit ide kijöttünk, és akkor innen rálátunk ugye a tervezett Magyar Zeneházára. Most ugye a zöldet láttunk, és akkor meg majd egy hatalmas épületet fogunk látni. Hát reméljük, hogy nem. De képzeljék el azt, hogy onnantól kezdve milyen érzésük lesz, mert most ugye tudjuk azt, hogy arrafele sok száz méteren keresztül liget van. Most itt egy épület lesz. A Schneller mondta, ugye a főváros volt főépítésze, hogy ott onnantól kezdve megszűnne a liget ligetnek lenni, hanem épületek közötti facsoportok lennének. És hát gyakorlatilag én azt gondolom, hogy ez megengedhetetlen. Miközben felhívnám a figyelmet a fák mellett ezekre a bokorcsoportokra, amik nagyon-nagyon fontosak, és jó hír, hogy a tájépítészeti tervekben szerepelnek ilyen bokorcsoportok. Ezek nagyon-nagyon fontosak, ehhez kevésbé értek, de az állatvédők, meg akik itt tényleg így a ligetet itt egészben állatosan együtt nézik, azok azt mondják, hogy azért nincsenek például a sünök, ugye az utolsó angyalföldi kertben is van sűn, meg mit tudom micsoda, mert hogy nem találnak maguknak búvóhelyet, mert nagyon sok ilyen bokrot kivágtak. Na, nagyon sok helyen miért vágták ki így a bokrokat, vagy miért metszik vissza nagyon-nagyon? Miért? A hajléktalanok miatt, így van. Tehát, szóval, tehát na csak ennyit, hogy hogy egy kertész mondjuk tanul 5 évet a középiskolában, meg még 5-öt egy egyetemen, és akkor a szakmai szempont egy bokor visszametszésénél az, hogy a hajléktalan ne tudjon mögébe menni. Szóval, meg nincs ilyen, persze. Jó, hát ez ugye, na igen, most a hajléktalan kérdésben ne kezdjünk bele, de az biztos, hogy ilyen bokorcsoportok nagyon fontosak lennének, hiszen ezek is a talajnak a tehát megőrzik azt, hogy ne szállodjon ki a talaj, itt a sünöknek, meg más állatoknak, madaraknak védelmet nyújtanak, és ezekből nagyon-nagyon komoly telepítéseket kellene még elvégezni. Egyrészt itt belül a ligeten belül is lehetne ültetni, még gyakorlatilag körbe lehetne ugye nagyon szépen ugye ültetni a ligetet ezzel ott az Ajtosi Dürer sornál is terveznek egy nagyon-nagyon komoly ilyen bokorcsoportot. Gondoljunk csak bele az autópályáknál, hogy ugye ilyeneket ültetnek, vagy van egy ilyen fogalom, hogy mezővédő erdősáv, tehát gyakorlatilag ilyen mező, vagy ilyen elválasztásra szoktak beültetni eseményeket, vagy hát csak a saját kertünkre. Ugye nekem a kert az mindig azt jelenti, hogy valamivel körbe van kerítve. Hát mi Magyarországon nem olyanok vagyunk, mint Nyugat-Európában vagy Dél-Európában, hogy egy bokorral kerítjük el, hanem drótkerítéssel. Milyen jó lenne, ha majd ez lassan megváltozna. A drótkerítés azt persze föl lehet futtatni, meg egyébként ki lehet váltani nagyon jó sövénnyel, és akkor válik igazán kerté, hogyha gyakorlatilag valami zöld körbeveszés. Hát fantasztikus sövényeink vannak, és ezt itt a ligetben is lehet érezni, hogy akkor, amikor körbevesz bennünket a zöld, akkor ugye a ligetben az a fantasztikus, hogy érezzük, hogy a városban vagyunk, halljuk a városnak a moraját, de nem látjuk. Szóval szerintem ez az igazi liget élmény, én ezért szerettem ide kijárni. Nekem a kedvenc időpontom, az nem fogják elhinni, az mindig január 1-e volt, mert akkor ugye mindenki bulizott, és akkor éjfél után már ugye, vagy tehát a szilveszter után már senki nem jött ki, és általában 1-én hajnalban, vagy reggel volt az, hogy senki nem volt a ligetben, és csak egyedül voltam. Fantasztikus élmény, ha tehetik, akkor egyszer próbálják ki. De úgy egyébként is, tehát nagyon sokszor télen is ki lehet jönni biciklivel, vagy gyalog, és fantasztikus élmény, még ugye lombozat nélkül is ugye a fák. Még azért, hogy itt azért mennyien anomália van, ide terveztek, egyszer kezünkbe jutott egy ilyen, nem is tudom, tájépítészeti tervezet,
hogy itt a Magyar Zeneházában a kivágandó fák, mert elismerték azt, hogy lesznek olyan fák, amiket ki kell ugye vágni, terveznek helyette tiszafákat, 872 darab oszlopos tiszafát. Na most valahogy nagyon szerencsétlen alakult ez a történet, nem tudom, tegye fel a kezét, aki emlékszik arra, hogy a Hermine úton, az Ajtósi Dürer és az autópálya között, vagy a... mi az, ahol bejönnek a trolibuszok? Az milyen utca? Na mindegy, szóval az Ajtósi Dürertől errefele a Herminál, hogy egy oszlopos tiszafasor volt, tegye fel a kezét, aki emlékszik erre. Igen, mi lett ezzel az oszlopos tiszafasorral? Kiszáradt az összes. A tiszafa, ugye mondtuk, hogy őshonos, meg él itt a Városligetben is több helyen, megszáradt ugye a Nemzeti Színháznak a kertjében, a Bakonyban vannak ilyen nagyon szép foltok belőle, de az oszlopos fajtája, azt tapasztalom Budapesten, meg Közép-Magyarországon, meg nagyon sok helyen, hogy gyakorlatilag a páratartalom hiánya miatt kiüresedik belülről, nekem is a saját kertembe tönkre, mert pedig én aztán simogattam, meg öntözgettem, meg párasítottam, meg mindent. És itt már bizonyított, tehát konkrétan itt a Városligetnek a szélén egy ilyen oszlopos tiszafasor. Ezt a tapasztalatot, ami nyilván nagyon sokba került annak idején, ezt nem vették figyelembe, hanem valaki leírta azt, hogy na majd akkor ide 872 darab tiszafát telepítenek. Ezek a tiszafák körülbelül mondjuk ilyen 2 méter magasok lettek volna. Ja, még egy, a kertészetről azt kell tudni Magyarországon, hogy ez nem egy standard tudomány. Tehát azt mondom, hogy kérek egy kiló cukrot, azt mindenki el tudja képzelni, hogy néz ki az egy kiló cukor, és jó eséllyel mindenhol ugyanúgy néz ki. Ha azt mondjuk, hogy kellene 200 darab ugyanolyan hársfa mondjuk Magyarországon, magyarországi termelőktől már nem lehetne olyan könnyen összehozni. Mert hogy a szocializmusban ez még úgy volt, hogy amikor azt mondták, hogy na felújítunk mondjuk egy sugárutat, akkor fölhívták a kertészeti vállalatot, és azt mondták, hogy mondjuk 5 év múlva vagy 8 év múlva lesz egy új felújítás, ennyi darab fa kell hozzá. A kertészetek azok, a kertészet az nekiállt és létrehozták ezeket a fákat, megcsinálták, mert nem már a holnapra megy. Hát mondanom csak, hogy manapság ilyen nincsen, hanem közbeszerzés van, és akkor adj uram Isten rögtön kellenek a fák. Tehát mondjuk például, hogyha felteszik a kérdés, hogy miért ginkó bilóbákat, páfrányfenyőket ültettek a Moszkva térre, ami aztán annál leterheltebb helyet nem lehet, akkor lehet, hogy egész egyszerűen csak annyi az ok, hogy azt lehetett éppen már a holnapra beszerezni. Tehát, hogy amikor a motivációról beszélünk, akkor egyszerűen ilyen méltatlan dolgok is vannak. Tehát például a kezünkbe jutott egy ilyen, és azért ez elég ijesztő, nem, hogy leírja valaki, hogy ő majd zöld bokrokkal, vagy zöld örökzöldekkel pótolja ezeket az óriási fákat, holott, hogyha ide teszek egy tiszafát, meg mondjuk itt van egy fantasztikus nagy házfajta, a kettő az köszönő viszonyban nincsen egymással. Akkor itt most sétáljunk tovább. Itt jön az egyik legszebb, két nagyon szép része van a Ligetnek, ugye egyrészt itt a túloldalt vannak azok az óriási platánok. Ezek annyira fontosak, hogy ezt még Bán László is kiszúrta, mert egyszer mondta egy interjúban, hogy a platánokkal, azokkal hozzá se fognak nyúlni, ennek nagyon örülünk természetesen. Illetve itt is vannak fantasztikus nagy platánok. Hát ezt már nem tudom, egy biológus vagy geológus, vagy nem tudom, ki tudná megmondani, hogy mi lesz akkor, hogyha ideépítenek egy hihetetlenül nagy tömbben egy elképesztő nagy épületet, hogy akkor ezeknek a gyökere, illetve a víz, amit felvesznek, hogy azzal mi lesz. Na most én azt gondolom, hogy amikor ekkora platánokat látok, és álljunk is itt meg egy pillanatra, mert ugye ezeket a növényeket, amikor kertépítésről beszélünk, és azt mondjuk, hogy hát ültessünk platánt, akkor nem csak azért kell így eltávolulni tőlük, hogy ugye nekik legyen hely, és ugye úgy ültessük, hanem hogy ugye nézzük meg, hogy hány méterre vagyunk tőlük, hogy be tudjuk fogadni a látványt, ugye? Be tudjuk fogadni a látványt. És én azt gondolom, hogy nagyon szép lehet egy épület, nem kérdés, de tessék, mondja már meg valaki nekem, hogy ennél mi lehet szebb és fenségesebb. Egészen elképesztő, ugye? És majd mutatok valahol fiatal platánokat, ezek 100-150 évesek vagy 180, nem tudom. Tehát, hogy a mi, még egyszer, gondoljunk vissza 25 évvel ezelőttre, és akkor ahhoz képest 100 év, meg 150 év, meg 200 év. Tehát ezek tulajdonképpen pótolhatatlanok. Ha már így irányítjuk, akkor itt van egy bálványfa, egyébként róla azt, vagy ugye amit ecetfának ismernek, hogy bálványfa. Ugye erről azt lehet tudni, hogy ami gyorsan nő, az sokszor nagyon gyorsan el is öregszik. Úgyhogy tulajdonképpen ez a tipikusan egy olyan fa, amit jó lenne kivágni, mert nem értékes fa, és hát mit tudom én, nyugodtan ez a házba hadd nőjön. Na hát ide kell egy kertészeti, tájépítészeti koncepció. Hát nem úgy, hogy nekiállok kivágnom, hanem akkor megtervezem, hogy ide ültetek 3 csemetét a többi nagy védelmébe, és akkor azt mondom, hogy 3 év múlva kivágom. Nagyon sok olyan fát fogunk itt találni, amit ilyen pionírfajként, vagy ilyen előfutárként ültetnek, mert ugye a parkokat úgy szokták ültetni, például a Paskás strand, amire már utaltam, hogy teleültették Populus simonival kínai nyárral.
nagyon hamar megnőnek. Egy kínai nyár az tulajdonképpen 20-25 év alatt leéli az életét. Pillanatokon belül megnő, tehát aki mondjuk szeretne, nagyon gyorsan állnék ott a kertjébe. Nekem egy picike kertem van, talán így ennyien már el se férnék bele. 200 négyzetméteres kertem van, 10 méter, 120 méteres, és ültettem bele 16 darab fát erre a 200 négyzetméterre, de ezeket én nyírom, ezeket a fákat, juharokat, meg fűzfát ültettem, meg nyírfát, és vágom, nyírom őket, de 5 évvel ezelőtt teljesen kiültettem a kertet, és vaduntúr fákat ültettem bele. És ezek a fák nagyon-nagyon gyorsan megnőttek, tehát lehet olyan fát ültetni, ami nagyon gyorsan árnyékolt, tehát ezek nem értékes fák, tehát nem a plattáról, nem a hársról, nem a juharról, nem a kőrisről, nem a pagodafáról, nem ilyesmiről beszélgetünk, hanem vannak olyan fák, amiket azért ültetnek, hogy nagyon gyorsan megnőjenek, és az ő védelmükben, amikor ők már egy kis mikroklimát létrehoztak, már ott megfogta a földet, már nem fúj rajta úgy át így a szél, ott azon a területen, akkor odaültetnek értékes fákat, török mogyorót és amiket itt az előbb felsoroltam. Természetesen akkor, amikor ebben gondolkozunk, erre csak akkor van esélye, hogyha hosszú távon lehet gondolkozni, jó? Tehát, hogy itt, tehát parképítésben, parkfenntartásban az, amit Magyarországon történt az elmúlt 26 évben, hogy ilyen 4 évente ilyen pusztító cicakba pont elkezdtünk menni a másik irányba, ezt egy parképítésnél, egy parkfenntartásnál nem lehet megcsinálni, mert hát látjuk, hogy mi lesz belőle. Az lesz belőle, hogy ültettek pár fát, de a fű azért az kikopik, nagyon sokat ugye újra kell ültetni, tehát pontosan az a katasztrófa lesz, ami, ahogy manapság a közterületeink azok kinéznek. Egyébként a Városligettel kapcsolatban azt kell még elmondanom, hogy én Zuglóban csinálok egy ilyen utcafrontépítő programot, és nagyon sokan azzal vádolják a magyar társadalmat, meg a magyar lakosságot, hogy passzív, meg nem érdekli. Például most az is egy tök nagy csoda, hogy itt ennyien itt vagyunk. Tehát ez fantasztikus. Tehát én itt most én 80%-ban olyan embereket látok, akiket korábban még nem, és ez nagyon-nagyon jó dolog. Én nagyon örülök. Egész egyszerűen, hogyha olyan demokratikus, nem is tudom, hangulatot tudunk teremteni, amiben mindenki jól érzi magát, akkor én igenis azt tudom mondani, hogy például Zuglóban ezen az utcafrontépítő programon több ezer emberrel találkoztam, akinek, hogyha az önkormányzattal együtt kijelöltük azt, hogy az utcafronton milyen fákat és hogyan lehet ültetni, akkor bizony kijött mindenki és ültette és csináltuk, és nagyon sok, nagyon szép utcafront szépült meg, közterület, tehát igenis, Magyarországon a magyar embereknek épp úgy el lehet adni azt a sztorit, hogy a közterület, mert a szocializmusban ugye rászoktattak bennünket, hogy a közterület az nem a miénk, most újra meg kell tanulnunk, hogy a közterület is a miénk, és a Városliget is a miénk, és én azt gondolom, hogy ez a legnagyobb lecke egyébként az egész Városliget koncepcióval, hogy ez itt a miénk, és nekünk el kell mondani erről a véleményünket, és akik ide eljöttek, és meg se szólalnak, csak itt vannak, azzal elmondták a véleményüket, úgyhogy én nagyon-nagyon szépen köszönöm mindannyiuknak, hogy eljöttek. És akkor menjünk tovább. Most itt egy újabb érdekes részhez fogunk majd érni. Itt fölötte magasodnak azok a nyárfák, nem tudom mennyire látják. Látják azokat a nagyon magas nyárfákat ott? Ez a kertemnek a területén van, tehát elméletileg, hogy azokat is kivágnák, amennyire tudjuk, hogy a Magyar Zeneháza miatt. Ezekről a nyárfákról azt lehet tudni, hogy ezek azok, amikről az előbb beszéltem. Valószínűleg megépült itt ez az épület annak idején, és akkor gyakorlatilag ide mellé ültettek, mint egy ilyen fasor. Gyakorlatilag ezek azok a fák, amelyek, hát itt talán ezek ilyen 30-40 évesek lehetnek. És hát ugye majdnem olyan magasok, mint ezek a platánok, de ugye kevésbé értékesek. Hát ezek azok a fák, amiket ha elültetünk, akkor nagyon gyorsan megnőnek, aztán gyorsan el is öregszenek. Itt mondjuk előtte, amit előtte itt láttunk, mondjuk egy hársfát, ez lehet, hogy egy időben lett ültetve a mögötte lévő nyárfa sorral, csak ugye ez egy sokkal értékesebb növény, sokkal értékesebb fa, és sokkal jobb gyakorlatilag, vagy hosszú távon, de őnek az a feladata, hogy szépen lassan nőjön, de nagyon segít a növekedésében az, hogy mondjuk mögötte van az a nyárfasor. Tehát a növények, azok támogatják egymást ilyen szempontból, de most nem kell semmiféle kolyai bölcsességet belegondolni, hanem egész egyszerűen a mikroklímát sokkal jobban, tehát egyértelmű az, hogyha önmagában áll egy fa, akkor az sokkal inkább sérülékenyebb. Azért jöjjünk ide, mert itt látunk fiatal telepítéseket, talán tavaly ültettek őket, ez egy kicsit lesznek, és akkor egy kicsit beszélünk az új telepítésekről. Annyit hadd mondjak el, hogy ezek példaértékű telepítések, tehát nagyon, tehát így kell kinézzen egy fa elültetve, van egy ilyen védő körülötte, úgy van kikötözve, hogy egészen biztosan, hogy nem fog kidőlni, tehát nagyon jól áll, és hát van egy ilyen védő akármi most már itt, hogyha erre jár egy ilyen fűnyíró kollega, akkor az semmiképpen ne nyírja el a háns részét, hiszen a háns részére kell gyakorlatilag legjobban vigyázni, úgyhogy
Hát ez egy fantasztikus érték. Aki látta a 444-es riportot így a Városligetről, ott is pont itt voltunk és itt számolgattunk. Na, aki emlékszik még rá, azt mondtam, hogy a 6000 akárhány száz fából szerintem, hasonlítésre mondjuk 1000 olyan van, amit bizony a következő években jó lenne felmenőrendszerben, kertész, tájépítész, faápoló szakvélemény alapján kiváltani, mellé a környékére ültetni újat. A fájdalom, hogy egyelőre nem látom, hogy a tájépítészeknek ez konkrétan feladata lenne. És ez azért fontos, mert ugye elmondtuk, hogy mi az a három dolog, amivel azt gondolom, hogy a zöld felületet papíron növelni szeretnék. És ugyanakkor, mivel hogy azért mégiscsak érzik, és hogy mennyire durva lesz az, hogyha ezeket az épületeket ide beépítik, és hát nem szeretném, hogyha megélnénk, de hogyha így vegetációs időszakban így, hogy lomban vannak ezek a növények, így meglátnánk, hogy a Petőfi csarnok helyén van egy luk, a közlekedési múzeum helyén meg itt, hát az úgy nézne ki, mint valami, tehát az biztos, hogy ha azt fölülről lefotózzák, akkor én azt gondolom, hogy a National Geographic újságnak az lesz a címlapján, mint a megsebzett táj, tehát hogy ilyen aranybánya Romániában, meg ilyen Csernobyl, tehát nagyon durva, tehát hogy ha most meg tudnánk azt csinálni Photoshopban, hogy hogy nézne ki, hogy ezt a területet így, hogy körülött ott a zöldléget és ezt kiürítjük, az egészen, hát akkor nagyon sok embernek le fog esni a tantusz, csak jó lenne ugye addig nem eljutni. Na ezt az egészet azért mondtam, mert hogy mibe kerül egy fa. Kérek valakit, aki ide tud jönni a számológépével számolni, jó? Meg hogy mennyibe kerül a Liget projekt. Tehát valakit kérek, akinek van telefonja és tud számolni nekem, jó? Tud valaki segíteni? Jó, jöjjön. Tehát azt mondják, hogy egy darab fa a városban, egy ekkora vagy egy picikét ennél kisebbet, jellemzően olyan 100 000 forintba kerül egy fa, mondjuk maga a fa, ezek az eszközök hozzá. Körülbelül 100 000 forint mondjuk eltelepítve. Hát úgy van áruk, persze, hát ez simán lehet. Ez amit itt látunk, mondjuk, hogy anyagárba 100 000 forint elültetve, mondjuk, jó? Hát egybe kerül egy ilyen fát, azért nem két percig nevelgetnek a faiskolába. És nagyon nehéz egy ilyet megnevelni. Ez hány, mennyi idős ez a fa? Egy 10-15 éves is lehet. Tehát sok. Ez fajtától függ természetesen. Ez itt akár 10-15 éves is lehet ez a fa, azt mondtam. Na, ez egy kőrisfa. És akkor gyakorlatilag úgy szokott lenni, hogy általában még egy százas szokott lenni körülbelül, hogy egy 3 évig azt öntözzék, meg ápolják. Tehát tulajdonképpen amíg el lehet engedni a kezét. Hát a mai időjárást nézve utána se lehetne elengedni a kezét. Hát jelzem, hogy nagyon jól ki lehet lopni a közpénzt akkor, hogyha haverunk van az önkormányzatnál, vagy valahol, elvállaljuk az öntözést. Az, hogy megöntözünk egy fát, azt tudják, mikor lehet leellenőrizni? Abban a pillanatban. 5 perc múlva már nem lehet, mert már beszívt a víz. Tehát innentől kezdve nagyon ki vagyunk szolgáltatva azoknak. Ezt most csak azért mondtam, mert olyan hihetetlennek tűnik, de néha ilyenek megtörténnek Magyarországon. Szóval, hogy lényeg az, hogy ez nagyon fontos, hogy és akkor kiszáradna, bum, majd kell újra telepíteni. Tehát mondjuk azt, hogy 200 000 forintba kerül egy fa, elültetve és 3 évig gondozva. Jó? Na, 390 milliót költöttek a plakát kampányra. De csináljuk azt, hogy ezt a 200 000-et, ezt toljuk fel 500 000-re, jó? Drága fát veszünk, mit messziről hozzuk, akármi. Meg mit tényleg meglocsolják. Tehát legyen 500 000 egy fa, jó? Hát abból aztán már nagyon komoly fa jön ki, jó? Na 500 000 egy fa. Akkor a 390 millió forint, ami a plakát kampányra ment el, a 390 milliót osszuk el az 500 000-rel. 780 fa. Azt mondtam, hogy 6000-nél kicsit több fa van. A 6000-nél kicsit több fa, annak akkor majdnem a 10%-a nem font, de ugye majdnem. Tehát majdnem ott vagyunk, hogy annyi fát meg lehetett volna belőle venni. Nem tudom, akkor érezzük-e, hogy akkor miről van szó. És ugye miről szól a Liget? A fákról szól, leginkább a fákról szól. Ők adnak mindent, és ez a lényeg. Tehát a plakátkampány pénzéből kijött volna a Városliget, mondjuk következő 30 évében felmenő rendszerben történő facseréjének a költsége. És ha 250-nel számolunk, akkor már mindjárt nem. Hát a 250-nel, hát a babára sem lehet gondolni, a 250-nel számolunk, de Magyarországon vagyunk, tehát az 500-ból már aztán tényleg mindenkinek jut. Van-e kérdés? Van-e kérdés? Tessék, parancsolj! Tudom, hogy ennek vannak-e adatai arról, hogy például milyen magas ez a zeneház? Hát sokféle adat van, én nem tudom ezeket pontosan, de tulajdonképpen az egy dolog, hogy milyen magas, milyen mély. Tehát ugye mindenhol van mély garázs, meg nem tudom. Közlekedési így a talajtól fölfelé mennyire áll. Mint látja, én nem nagyon tudok olvasni, tehát rossz a szemem, és mintán ehhez a témához csak úgy tudtam be egy kicsit behatolni, hogy elhallgattam a rádióban egy
az ellenoldalnak egyik építését, aki beszélt erről, beszélt a beépítésnek a gondjairól, nehézségeiről, sőt fölhozott példát, ha például üvegből lenne egy ilyen zenepalota, akkor a tövéből úgy kell, hogy a fal mellől úgy kéne a növényzetet kitépni, mert akkor burjánozna ott minden. Na, mindegy, én bele... Ezt mondta a rádióban. Valamelyest csak ehhez a részéhez néztem utána, vagy nézettem utána, és a könyveknek a 90%-a mélyebben foglalkozik, az első adat, amit tudni akar, tehát egy ilyen tájépítés, egy ilyen park beépítésénél, amit megkövetelnek, hogy tudják, hogy az, amit be akarnak építeni, az milyen magas, mekkora a mérete. A talajtól milyen magasan áll ki. Jó, akkor én erre válaszolok. Ahogy tudom, hogy például a közlekedési múzeumnak a tornyai, amik teljesen felesleges, ugye egy ilyen múltszázadi, valami nem tudom, furcsa, homályos államba visszamenni, az valami 60 akár méter magas. De borzasztó egyszerű, engem például az nagyon sok, én csak azért tanultam meg, hogy ez lesz a Magyar Zeneház, az a nem tudom mi űrkilőbe állomás, hogy nevén tudjam nevezni, de egyébként én de azt gondolom, hogy... Van egy értelme, tehát ott a könyvekben, a szakkönyvekben az szerepel, hogy egyszer s mind meg kell határoznia az építésznek, hogy ennek az épületnek mekkora, tehát milyen magas, és mekkora az árnyékozója. Tudnilik, ha ez 60 méter magas, akkor az itten lévő fáknak a koronáját az pont betakarja. Igen, ja, megértettem, így van, ja, most már világos, jó. Hát, hogyha ide építenek valamit, ami beárnyékolja ezeket a fákat, veszélyeztetnek, amennyit ott kivágnak, hanem egy óriási területnek. Így van, így van. Hát egy két-három ekkora baromi épület, és az ígérte semmi nincsen. Köszönöm a kérdést, tökéletes, világos. Ha bárki belegondol abba, hogy mondjuk amikor látunk egy tujasort, és mondjuk fölé lóg egy diófa, mit csinál a tujasort? Csinál egy ilyen U alakot benne. Ha a lila akácot beültetjük az árnyékban, nem nő, nem virázik, a rózsa, a fenyőfalat, azt hiszem ezekkel a példákkal mindannyian találkozunk. Tűző, nap kell a növényeknek. Igaza van az úriembernek, köszönöm, hogy a végére sikerült megértenem, hogy tehát, hogyha itt mondjuk lenne egy olyan magas épület, mint mondjuk ezek a fák, és ide árnyékot vett, és ugyebár ott van kelet, és végig ugye arra sütök, hogy ezek a fák, ezek nagyjából egy örökre ekkorák maradnak. Láttunk ilyen fákat a városban, ilyen koravénnek néznek ki. Látszik, hogy eljár fölött, hogy megöregedtek, de végül is nem nőttek meg. Nagyon-nagyon szomorú látvány nyújtanak. Igaz, most annyi, hogy akkor, mielőtt még törvényesítették volna a törvénytelenséget, és a Városliget eredeti szabályozásánál, ugye az volt, hogy mit lehet beépíteni a Városligetbe? Semmit. Semmit. De pont, na most egyébként én azért tanultam meg a neveket, azért, hogy a Magyar Zeneház... Jó volt ez, nem csak ugye szinte tilos, mert ez természeti törvényeken alapul. Ez nem fog megváltozni attól, hogy a Bán László azt akarja, hogy ez ne így legyen. Hát ha el tudja intézni, arról süssön a nap, akkor nem. Mindent el tud intézni, de hogy az árnyékot nevessen egy... Nagyon fontos, hogy ezt minél többen elmondjuk. Tehát gyakorlatilag például nekem semmi bajom nincsen a múzeumokkal, és nem szabad most. Tehát akkor, amikor itt vagyunk a Városligetben, én azt gondolom, hogy itt egyetlen dolog miatt tiltakozunk, az, hogy ide épületeket építsenek. Mindenkinek emellett vannak még teóriái, hogy hova kéne Orbánnak menni, mi legyen a város, stb. De itt nagyon fontos az, nagyon-nagyon fontos az, hogy nem szabad ide más keverni. Mindenkiben 1000 millió kérdés van, mindenki elképzeli ezt az országot valahogyan. Szerintem, amikor itt vagyunk, mindenkinek ezt kell a legfőbb célnak kitűznie, hogy nem szabad épületeket építeni a ligetbe. Fel kell újítani a ligetet, rendben van, de épületeket nem szabad beleépíteni, mint az ugye korábban benne volt a szabályozásban. Egész egyszerűen azért nem, mert amit ez okozna közvetlenül és közvetetten, az a ligetnek tulajdonképpen hát a pusztulását okozna. Ezt ki kell mondanom mindenféle drámai túlzás nélkül, azon tapasztalatok alapján menjünk el a Millenárisba, menjünk el a Moszkva térre, menjünk el a nem tudom hova, ezt látni kell, és ebből egy van. Ezt egyszer lehet elszúrni, nem akarok mondani, hogy a magányúpénzet az úrra meg lehet keresni, tehát ezt nem lehet. Tehát ezt, ha egyszer kivágják, ezt még egyszer nem hozzuk össze. Tehát akármennyien vagyunk, akármilyen okosak, akármilyen ügyesek, ez, és éppen ezért, amikor ez 2 éve indult, amikor én ezt hallottam, én azt hittem, hogy ez olyan, mint hogy a orosz folyókat visszafelé akarták folyatni. Tehát, hogy nagyjából ez nekem az elején ez így jött le. Én azért kezdtem el ezzel csak tavaly novemberben foglalkozni, mert addig én azt hittem, ez valami elmeháborult embernek az ötlete. Az a kérdésem, hogy 8 óra van, és hogy sikerült, nem tudom, 50 métert megtenni a 2 kilométer sétából. Én azt gondolom, hogy én végigmegyek, hogyha valaki hazamegy 2 pasi meg kicsit nézni, akkor az menjen, de gyakorlatilag szépen megyünk, és aki ameddig követ bennünket.
Petőfi csarnok, közlekedési múzeum, és akkor visszafele jövünk, és akkor azt hiszem, hogy a kolléganővel megbeszélték, hogy ugye hozzák a papírokat, ugye aki örökbe akar fogadni a fát, akkor azt visszafele, jó, hogy ne menjen vele az idő, mert azt már lehet félig sötétbe is csinálni. Jó, tehát akkor megyünk szépen tovább, átvágunk. Hogyha közben azért így bele-bele nézegetünk így a fák között, akkor látjuk azt, hogy mennyire hangulatos. És ugye ottként látjuk, hogy ha kinézünk oda a Hősök tere felől, hogy éget és perzsel a nap, és közben oda belenézünk, akkor lehet látni, meg itt is érezni, ugye egy pár fokkal ugye hűvösebb van. Hát ez az, ami fantasztikus, és ugye ezért szeretjük ugye annyira a ligetet. Itt van előttünk egy ház, én fogalmam sincs, hogy mi van benne, vagy mi nincsen. De igazából nem kérdés az, mert hogy a Bán azt szokta mondani, hogy mennyire meghallgatták az érveket, hogy nem tudom, merre menjen a futópálya, erre fussunk rajta, vagy arra fussunk rajta. Hát ez nagyon, ezekről beszélni kell persze, de mondom, a legfőbb kérdésben az elmúlt két évben semmit nem engedett a Városliget ZSZ abban az ügyben, hogy épületek kellenek, vagy nem kellenek. Látásom szerint egyetlen darab komoly épületet nem lehet beépíteni a Városligetbe. De azért mutattam erre a kis épületre, mert kell attól még biciklitározó, pelenkázó, akármi orvosi szoba, WC, bármi olyan hely, ahol le lehet tenni előtte mondjuk a biciklit. Tehát ilyen picikek is épületek, ezeket nyilván meg lehet tervezni. Gusztusosan végig lehet ezeket gondolni funkcióban. Itt is most egy olyan részén vagyunk a ligetnek, ahol bal oldalt van egy viszonylag értékes bokrokból álló ilyen cserjecsoport, ezek nagyon-nagyon fontosak, és a mikroklímához nagyon hozzáadnak. Szépen lassan közben megyünk be a Városliget közepe felé. Közben megint, ha visszafordulnak, akkor látjuk ugye a Hung Expo-nak a volt épületét. Na képzeljék el, hogy ott belül már nem zöldet látnak, hanem valami ormótlan nagy épületet. Ja igen, azt a gondolatot felejtettem el még az előbb befejezni, hogy csak azért tanultam meg a nevüket ezeknek a Városligetbe tervezett épületeknek, hogy amikor melyik helyszínről beszélünk, akkor én tudjak mit mondani. Tulajdonképpen én azt egyáltalán nem vizsgálom, mert szerintem ez teljesen felesleges ezen gondolkodni, hogy kell-e zeneháza, meg ilyesmi. Tehát egész egyszerűen nem kell épület a Városligetbe. És lényegében én azt gondolom, hogy mindegy, hogy mi a funkciója. Tehát nekem nem tudnak olyan jó funkciót mondani, amit ide a Városligetbe kéne betenni. Tehát ha nem tudom, lélegeztető gépgyártól akármit akarnak ide, akkor is azt mondom, ne. Tehát ne ide. Tehát bárhova, máshova, ne ide. Hogyha itt jövünk kifele, akkor lehet azt látni, hogy ott például van egy, nem tudom mennyire látják bele, de ott van egy ilyen félkörívben egy fasor. Látják a félköríves fasor? Itt. Belelátják a félköríven? Igen. Úgy tudom, hogy itt volt valamiféle, hát én nem is tudom, valami körszínház, vagy valami föl volt itt állítva, aki itt volt és tudja, azt kérem mondja meg, és ezt körbeültették ezekkel a fákkal. Nyilván, amikor a tájépítészek átgondolják ezt az egészet, hogy milyen funkciókat kellene hova elhelyezni és egyáltalán, akkor ezek például, tehát azt gondolom, hogy nem ördögtől való az, hogy egy tájépítész vagy egy kertész csoport az végig gondolja hosszú távon, hogy mondjuk itt egy ilyen kör alakba ültetett, kevésbé értékes fák, hiszen amiket itt látunk, az ott, ahol az a fehér robogó van, ez egy zöld juhar, egy átszedne gondó, az gyakorlatilag egy szinte írtandó növény, más területeken van, ilyen ruderális területeken, ipari környezetekben. Nagyon szennyez a termésével már úgy, hogy rengeteg helyen is magonc nő, nagyon sok mindent elfertőz. Most ha innen szinte egy átlag liget felhasználó ránéz, akkor azt látja, hogy hát ez zöld fa, nem jó helyen van? De, nagyon jó helyen van. De, hogyha azt mondjuk, hogy ide sok száz milliárdot akarunk elkölteni, és ezt tájépítészetileg valami fantasztikusra akarjuk kihozni, akkor mondjuk hosszú távon annak a fának ott nincsen helye, és egyébként ezeknek a nyárfáknak, meg nyírfáknak, ezekről is el lehet gondolkodni. Én most azt mondom, hogy addig, ameddig arról beszélgetünk, hogy nincsen pénz öntözőrendszerre, meg elég parti munkásra, addig egyetlen darab utolsó, hol a bálványfás kollega? Egy darab bálványfát nem szabad addig kívánni, mert mindent meg kell becsülni, mert most Istenem, tájépítészetileg nem a rangsor elején van, zöld, el van. Tehát addig, ameddig nem látjuk azt, mert sajnos azt látjuk, hogy van egy projekt, amit megcsinálnak, szép utána valameddig ott a park, és még egyszer nem mondom el a millenáris, meg a nemzeti parkot, meg a strandokat, meg nem tudom mit csinál. Utána valahogy így elengedi valaki a kezét, mert éppen történik egy fordulat odafönt, és akkor lényegében lezuhan ott a parkfenntartás. Tehát a Városligetben lévő ma lábon álló fák tudnak valami olyat,
amit nagyon sok rendszer nem tud, túlélnek mindent és mindenkit, sokszor öntözés és ránézés nélkül. Tehát amiket itt most látunk és állnak lábon, azok tulajdonképpen komolyabb öntözés és növényvédelem és minden nélkül kibírták. Tehát én kertészként azt mondom, hogy addig, ameddig valamiféle megnyugtató választ nem kapunk az ellenkezőjére, addig minden egyes fáért foggal körömmel ragaszkodni kell, mert még egy az nincs belőlük, még ezekből sem. Én álmomra nem gondoltam volna, amikor tanultam a fákról, hogy valaha bálványfákat meg zöldjuharokat fogok védeni, meg ilyesmi, de hát úgy látszik eljött az idő is. Tehát addig itt mindent meg kell védeni, és akkor majd, hogyha ott jövünk vissza, akkor majd látjuk azokat a fa csonkokat, amit a főkertes kollégák az elmúlt években megvédtek, mert tudták, hogy egész egyszerűen nincs, vagy sokkal kevesebb pénz van a többinek a pótlására. Menjünk közben tovább. Viszont ezek egész biztos útban lesznek. Hát, ha ott az egyik épület, itt a másik, akkor ez így nagy valószínűleg. De akkor lesz a kis vasút végával.